Most következne, hogy átadom a szót Remetei Fülöp Gábornak, aki egy csodálatos prezentációt állított össze. Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Lehetetlenre vállalkoztam, amikor a poszterszerű diáimat élőszóban akartam előadni 20 percben, úgyhogy ha megengedik, akkor leülnék és felolvasnám a bemutatott képekhez való szöveget, így talán tudom tartani az időt. Tehát előadásom a nemzetközi kapcsolatok szerepe a téri informatikai tudástranszfer alakulásából, abból a szempontból rendhagyó lesz, hogy teljesen szubjektív nézőpontból saját szakmai pályámon szerzett ismeretek alapján válogatott példákkal kísérlem meg bemutatni a témakört 56 évet átívelve. A címdia két illusztrációja is jól szemlélteti a szakterületünkön bekövetkezett változást. Balra a műegyetemi terepi térképezési gyakorlatunk mérőasztallal 1966-ban, a jobb oldalon egy permanens háromdimenziós dinamikus lézerszkenner állomás 2022-ből. Az előadás felépítése hármas tagozódású. Értelmezi a címben foglaltakat, bemutatja az ismeretszerzés megtapasztalt módozatait, az ismeretek továbbadásának formáit és eszközeit, majd 5 példát hoz fel a felhasználásra. Végül következtetéseket vonok le. Mit is értek a nemzetközi szakterületi együttműködés alatt itt? Kereteik sokfélék, formái szerteágazóak, ahogy a baloldali felsorolás mutatja. Szereplői, kormányzati, akadémiai, piaci és civil szervezetek. A nemzetközi együttműködések haszna az ismeretszerzés és tapasztalatcsere, valamint eredményeink, képességeink, terveink megismertetése, a visszajelzések értékelése és a kapcsolatépítés. Mindennek szinergikus hatása is van. A tudástranszfer az előadás kontextusában a gyűjtött ismeretek új helyzetben való alkalmazhatósága. Ez kiterjed az új tudás tanulásának módjára is. Az új helyzetet a változás és fejlődés idézi elő. Alapvető itt a változást előidéző tényezők, valamint a kutatás és innováció szerepe. Elvárt cél az interoperábilis téradat és földmegfigyelési infrastruktúrák kialakítása, lépéstartása nemzetközi fejlődéssel, képességek bővítése és erősítése, a digitális átalakulás, a negyedik ipari forradalom és a tudásalapú társadalom igényei szerint. Három komponens emelendő ki, a tudás megszerzése, tapasztalatok gyűjtése, a tudástranszfer eszközei és a megszerzett tudás értékteremtő felhasználói, vagyis az intézményes oktatóhelyek, a térinformatikai közösség fórumai, az országos és nemzetközi projektek, programok és közreműködői, különösen a térinformatikai ipar szereplői. Dióhéjban munkavégzésem helyeiről, eszközeiről és a paradigmaváltásokról. A műegyetem elvégzését követő első két év terepfelméréssel indult, majd a 70-es éveket a számítógéppel segített vízügyi műszaki tervezésben töltöttem, korszerű félvezetős nagygépes környezetben. 1980-ban kerültem a FÖMI alakuló távérzékelési részlege digitális képfeldolgozási osztályára. Az embargó a csapatot az intenzív munkára serkentette. Használtuk a közigazgatás akkor legnagyobb kapacitású Honeywell számítógépes hálózatát is, lyukkártyás Bécs környezetben. Az Agrárminisztériumhoz kerülésem után a távérzékelés térinformatika ágazati koordinációja volt feladatom, eszközöm a PC lett. A rendszerváltást követően földügyi infrastruktúra fejlesztés, majd az EU csatlakozás szakterületi keretprogramja felelőse voltam, addigra már hálózatba kötve. Az internetes informatikai környezet lehetővé tette a nemzetközi együttműködésekbe való hatékony bekapcsolódást. 2006-ban nyugállományba kerülésem megengedte a civil szervezetekben Hunagi, MFTTT való még aktívabb részvételt, mindössze egy okostelefon és egy korszerű laptop alkalmazásával.
jelentős, hasznosítható kapcsolati tőke jött létre. Az időközben bekövetkezett többszörös paradigma váltás, a mobiltelefonia, az internet megjelenése, a helyfüggő szolgáltatások, a dolgok internete, a szélessávú hálózatok, okostelefonok, a big data korszaka, a nagy teljesítményű számítógépek, ipari drónrendszerek, felhőszolgáltatások, robotika, digitális ikrek, mesterséges intelligencia alkalmazások elterjedése és fejlődése jelentette. Az innováció, a nagy tech cégek, továbbá a kényszerítő környezeti, gazdasági és szociális kihívások mind a változás serkentői voltak. Az ismeret bővítés és tapasztalatszerzés elsődleges formái az oktatás voltak, oktatás és képzés voltak. A 60-as évek végén megismerkedtem az IBM Deutschland kiadványaiból a cég számítástechnikai kultúrával és a Fortran programozással. A Műegyetem Mérnök Továbbképző Intézetében numerikus analízist hallgattam, majd szakmérnöki képzésben vettem részt geodéziai automatizálás témakörben. A vízügyi szolgálattól több hónapos DEFTI műegyetemi ösztöndíjas tanulmányutat követően érdeklődésem a távérzékelés felé fordult. A FÖMI távérzékelési önképző körében Csornai Gábor vezetésével a Sven Davis Purdue Egyetem szaktankönyvéből sajátítottuk el a műholdas távérzékelés kvantitatív elemzési módszereit. Hasznos ismeretszerzést jelentett és későbbi munkakapcsolatképítést tett lehetővé az indiai műholdas távérzékelési központokban és műhelyekben tett tanulmányút, majd az ESA Alp-Bachi nyári iskolájának elvégzése. A 90-es évek elején az amerikai agrárminisztérium szerveivel kialakított kapcsolatban a FÖMI növénymonitoring programjához nyertünk muníciót. 1994-ben az EU Információtechnológiai Főigazgatóság ösztöndíjasaként közeli tanúja voltam az Európai Térinformatikai Ernyőszervezet megalakulásának, Eurogi, melyre rezonálva az OMFB támogatásával Detrekői Ákos és Bognár Vilmos előkészítésében megalakult a Hungis Alapítvány nemzetközi karja a Hunagi Havas Miklós elnökségével. A nemzetközi bilaterális és projekt együttműködések termékenyítőleg hatnak minden résztvevőre, hiszen azonos, tértudatos gondolkodású szakemberek a munkavégzés mellett tapasztalataikat is megosztják, amivel idő, pénz és energia takarítható meg sok esetben. A vízügynél az építőmérnökük KED, a FÖMI-nél a digitális képfeldolgozás volt a projekt jellegű kapcsolatok fókuszában. Említésre érdemes itt 1991-től folyamatos részvételünk az ESA EarthNet programjában, a Moszkvai Príroda és űrkutatási intézettel, valamint a Toulouse-i SPOT céggel való együttműködés a műhold felvételek előfeldolgozása és szolgáltatása terén. Az FBM-ben a FÖMI környezeti és mezőgazdasági távérzékelési projektjei mellett a 90-es években egy sor bilaterális és multilaterális projekt indult. Külön is kiemelendők a Nyugat-Magyarországi Egyetem geokarának földügyi projektjei, a földhivatali FAR program, a DAT és a Nemzeti Kataszteri Program, az EU csatlakozást előkészítő keretprogram, majd egy sor EU-s projekt hozzájárulva a hazai térinformatika fejlődéséhez. A Hunagi elsősorban a nemzeti téradati infrastruktúra kialakításában vállalt szerepet. Az IHM Információs Társadalom Tárcaközi Bizottság stratégiai albizottsága védnökségével felhatalmazást kapott a Hunagi, hogy tárcaközi szakértői testület kidolgozza a Nemzeti Térinformatika Infrastruktúra stratégiáját. Megemlítendő még a NASA-val való WorldWind projekt kapcsolat nyílt forrású digitális föld témakörben, és az MFTTT együttműködése a Genfi Geo-val a fenntartható fejlődési célok földmegfigyelés és téradat támogatásában. A nemzetközi szervezetek, kezdeményezések munkájában való részvétel nem csak szakmai továbbképzéssel ér fel, de a kialakult kapcsolatok és ismertség révén nőtt az esélye a projekt részvételeknek és rendezvények Magyarországra szervezésének.
Különösen a genovai GIZI szervezet nyújtott sok EU-s projekt lehetőséget a hazai műhelyeknek. A klasszikusok FIG, ISPRS, ICA, IAG mellett a 80-as évek elejétől az Interkozmosz, az ESA Earthnet és az Earth-Cell szervezetben voltak aktívak a FÖMI távérzékelői. A rendszerváltás után azonnal megnyílt a lehetőség az euróatlanti kapcsolatok kiépítésére. Sorra lettünk tagjai az Európa Tanács térképészeti főhatóságok szervezetének, alapító tagjai lettünk az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Földügyi Szakigazgatások Fórumának, majd alakultak ki a szakmai kapcsolatok számos Európai Uniós intézménnyel, Eurostat, JRC, környezeti főigazgatóság. A közművonalat követően régiónkból elsőként csatlakoztunk az Európai Térinformatikai Ernyőszervezethez, valamint a globális téradati infrastruktúra kezdeményezéshez, mely révén később még a távérzékelési műholdok üzemeltetői információs rendszereit és szolgáltatásait is megismerhettük. De meghívottjai voltunk az ENSZ intézmények térinformatikai infrastruktúrája megteremtésén dolgozó munkacsoportnak is. A téradati infrastruktúra és az abban a nemzeti szakhatóságok szerepének felismert jelentősége miatt jött létre 2012-ben az ENSZ ma is működő állandó szakértői testülete, GGIM. 2003-tól Magyarország a Nemzetközi Digitális Föld kezdeményezés rendezvényeinek aktív részesevé vált. Az ISDE 2006 évi pekingi szervezeti megalakulását követően ez a szerepünk összhangban a későbbi keleti nyitás politikájával erősödött. 2007-ben az IHM döntésével hazánk 64. tagja lett a Genfi Geo kormányközi földmegfigyelési csoportnak. Ennek több mint 100 tagországa van, és több mint 200 tudományos szakmai szervezet tag, együttműködő szervezete. Ebben a munkában a 2018-ig a GSD-i révén, azt követően a KKM szakfőosztálya jóvoltából kapcsolódhattunk be. Törekvésünk a statisztikai térinformatikai földmegfigyelési ökoszisztéma promóciója a fenntartható fejlődési célok elérése érdekében. Az ismeretek megosztásának eszközeit tekintve a leghatékonyabbaknak az intézményes oktatás képző formák bizonyulnak. A posztgraduális képzés és az élethossziglan tanulás külön kiemelendő. Emellett a szakmai fórumok, szervezeti rendezvények, az interdisziplináris együttműködési szándékok és képességek is meghatározóak, különösen az aktuális kihívásokat jelentő területeken. Hangsúlyozandó a publikálás fontossága és az internet adta lehetőségek széles körű kihasználása. Az eddig és ezután elmondottak mögött hazai szakemberek százaljának egyetlen oldalon csak a teljesség igénye nélkül jegyezhettem fel emlékezetes oktatóimat és együttműködő pályatársaimat. A galériát is csak egy pillanatra villantom fel, a válogatás közel nem teljes. Most röviden 5 példa következik, egy-egy dián, mely a szerzett ismeretek és gyűjtött tapasztalatok hasznosítását mutatja be. Elsőként az EU jogharmonizációs intézményfejlesztési programját említem, amely a több száz évnyi humán erőforrás ráfordítással épült fundamentumokra támaszkodik, és EU harmonizált szakterületi programok időben való végrehajtását tette lehetővé. Nem várt körülményeknek köszönhetően az ezredfordulón létrejött egy, az Európai Bizottság, az ENSZ, Európai Gazdasági Bizottsága és a Világbank megelégedésére egy regionális földügyi tudásközpont, a CERC Center is Budapesten. A második példa a folyamatot mutatja be a téradat infrastruktúra kezdeményezéstől a téradat ökoszisztéma kialakítását igénylő kihívásokig. Fontos hangsúlyozni, hogy a kiinduló alapadatokat vagy adatokat a több célú kataszter fejlesztése jelentette, ez is Kanadából indult, amely aztán a több szakma bekapcsolódásával az interoperabilitás és adatmegosztás igényét hozta előtérbe jogszabályi és szabályozási feltételek között.
A kép külön feltünteti a hazai helyszínen tartott kapcsolódó nemzetközi nagy rendezvényeket, a különböző szakterületi programok összehangolása, a statisztikai információs rendszerrel integrált nemzeti téradat földmegfigyelési infrastruktúra kialakítása továbbra is csak cél, melynek elérését az innovatív technológiák alkalmazásba vétele, a nemzetközi jó gyakorlatok megismerése elősegítik. A harmadik példa a digitális föld koncepció. Az FVM és az Amerikai Agrárminisztérium együttműködése során 1990-ben már élőben hallhattam Al Gore-t, aki akkor a Szenátus Tudomány, Technológia és Űrbizottsága elnöke volt. A nevéhez fűződő 1998 évi digitális földvízió bejelentését követően egy évvel rá a Kínai Tudományos Akadémia elnökének elnökségével megalakult a Digitális Föld Nemzetközi Szimpózium rendezvénysorozat tudományos bizottsága, melyet 2006-ban szervezetként jegyeztek be Pekingben. Csehország kezdettől fogva az Európai Bizottság és hazánk 2003-ban csatlakozott a kezdeményezéshez, és a Hunagi képviselője hamarosan a vezetőségbe került. Páratlan években szimpóziumot, páros években tematikus csúcs találkozót tartanak. 2018 óta elnökségét az Európai Bizottság Egyesített Kutatóközpontja részlege vezetője vette át. Publikálták a digitális föld kézikönyvét, melyet közel 30 ország 100 szakembere írt. A Digital Earth szaklapjuknál 14 éve van magyar szerkesztőbizottsági tag, a pozíciót legújabban Szabó Szilárd professzor a Debreceni Egyetemről kapta meg. A labban több cikk is megjelent hazai műhelyektől. A szervezet 3 éve a Big Earth Data címmel egy második nemzetközi tudományos lapot is indított, míg az elmúlt évben Pekingben megalapította a Big Data for SDG, tehát a fenntartható fejlődési célok, nemzetközi kutatóközpontot, melynek tanácsadó bizottságába meghívták Mihály Szabolcs címzetes egyetemi tanárt, az MFTTT fenntartható fejlődési munkacsoport vezetőjét. A 1987-ben a Közös Jövőnk című dokumentumban fogalmazta meg először az ENSZ a fenntartható fejlődés definícióját, 5 évre rá adták ki a Riói nyilatkozatot Agenda 21 néven. 1990-ben Al Gore az éghajlatváltozás földmegfigyeléssel való nyomon követésére ágazatok közötti nemzeti szintű partnerségi és együttműködést szorgalmazott. 93-ban az ÖRSZ-szel keretében Winkler Péter Fömi által szervezett EGRI konferencia témája az európai környezet változásának távérzékeléssel való monitoringja volt. 2000-ben a New York-i ezredfordulós csúcson 8 millenniumi fejlesztési célt határoztak meg 2015-ös határidővel, melyet 189 ország írt alá. 2002-ben a Johannesburgi nemzetközi csúcs találkozó már explicite megfogalmazta a föld megfigyelés és téradatok szerepét. 2012-ben a Rio Plus 20 konferencia és még több mint 190 ország részvételével már kiemelte a föld megfigyelés és geoinformáció jelentőségét. Viszont már 2015 előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a millenniumi célkitűzések teljesítése elmarad. ENSZ bizottság állt fel Kőrösi Csaba társelnökletével, és dolgozta ki azt a 18 fenntartható fejlődési célt, mert az ENSZ 2015-ben elfogadott, ez rövid nevén az Agenda 2030-at viseli. A Hunagi, a GSZ-i szervezeti tagsági jóvoltában 2016-ban jelen lehetett a GEO 12 plenáris és miniszteri szintű ülésén, melyen elfogadták a földmegfigyeléssel a fenntartható fejlődési célok elé kezdeményezést, munkacsoportot hívva életre, ennek támogatása érdekében. 2017-ben az MFTTT munkacsoportot hozott létre ezzel a címmel, melynek vezetője Mihály Szabolcs volt.
a mű később a KKM szakfőosztálya égisze alatt aktívan belefolyt a geomunkacsoport tevékenységébe. A hazai szakmai közönség a geodézia és kartográfia labban kapott tájékoztatást. A műhold felvételek intézményes digitális feldolgozása az OMSZ-ban és Fömi távérzékelési központjában kezdődött. A Fömi 1982-ben csatlakozott az ESA-ÖSZNET együttműködéshez, mely az ESA tagországok távérzékelési szolgáltató központjainak képviselői számára biztosított rendszeres fórumot. A tapasztalatcserét rendszert vevő állomásokat üzemeltetők technikai munkacsoportja is támogatta, későbbiekben a SPOT és az indiai IRS rendszerek műhold felvételek feldolgozása is rutinszerű lett Budapesten. 1986-ban első alkalommal rendeztek ESA tagországon kívül ÖSZNET éves találkozót Budapesten. A 80-as évek végéig már három nemzetközi műholdas távérzékelés konferenciának adtak otthon Magyarországon. Az előadásom szöveges leírása további fejlődést bővebben fölvázolja, így csak azt jegyzem meg, hogy a tapasztalatok hasznosíthatók voltak a Nemzeti Űrkutatási Stratégia előkészítése, előzetes véleményezése során, de az idei földmegfigyelés tárgyú ÉZA tárgyalások előkészítésekor is. Melyek a következtetések? Erősödjék a partnerség és együttműködés, így az oktatási intézmények és az ipar szorosabb együttműködése, fokozódjék a feltörekvő technológiák innovatív felhasználása az állami kötelezettségek teljesítése érdekében, a új technikák és lehetőségek figyelembevételével, és mindezt hol? A helyfüggő szolgáltatásoknál, a biztonság fokozásában, ellátási láncok újragondolásában, élelmiszer, víz és levegő minőség biztosításában, egészségügy területén, intelligens közlekedésben, önvezető járművek terén, energiabiztonságban, környezet és katasztrófa védelemben. A térinformatikai földmegfigyelési infrastruktúrák és szolgáltatások ökoszisztémájának kialakítása, integrálva a hivatalos statisztikai információs rendszerrel valósuljon meg. Hangsúlyosan vállaljunk szerepet az ÉZA és az Európai Unió földmegfigyelési programjaiban. Végül folytatódjon közreműködésünk a CEOS és GEO együttműködésekben. Adjunk otthon nemzetközi rendezvényeknek, így ha folyamatosan folytatódik közreműködésünk a CEOS-ban, akkor nagy esélyünk van, hogy harmadik alkalommal is rendezhetünk nemzetközi találkozót Budapesten, illetve felhívnám a figyelmet, az ITS 20 éves lesz 2026-ban, ennek alapító tagja volt a Hunagi, és az Európai ITS Intelligens Közlekedési Rendszerek konferenciát Magyarországra fogják hozni. Mielőtt megköszönöm megtisztelő türelmüket, felhívnám figyelmüket az MFTTT kibővített munkacsoportja publikációjára, mely az elmúlt évben jelent meg a Big Earth Data szaklapban, melyet a Kínai Tudományos Akadémia és Digitális Földtársaság szponzorált. Egyébként az elmondottakról sokkal bővebben közel 4000 bejegyzés található a hunagi8.blogspot.com weboldalon az elmúlt 16 év történéseiben. Linkekkel, fényképekkel, beszámolókkal. Köszönöm a türelmet és az érdeklődést.